Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Érték megújítás, átadták Bonyhádon az Elmer Voynich mauzóleumot. Okos zebra szexárdon, biztonságosabb lett a gyalogos közlekedés. Névadójukra emlékeztek, különleges kiállítóteret avattak fel Dunaföldváron. Nagy szakmaválasztó, pályaorientációs rendezvényre készül a szexádi Ady Endre Technikum. Átadták Bonyhádon a Percelek temetkezési helyén az Elmer Voynich mauzóleumot. A rekonstrukció pénzügyi hátterét a miniszterelnökség biztosította. Gulyás Gergely miniszter az átadón azt mondta, a vidék felzárkóztatása továbbra is a kormány politikájának egyik meghatározó kérdése, és ebben jelentős szerep jut a templomok és műemlékek történelmi zarándokhelyek megújításának is. A munkálatokhoz a miniszterelnökség 200 millió forintot biztosított. A tavalyi esztendőben a Majőség Katolikus Közösségi Ház most 200 millió forintból a bonyhádi Elmer Voynich mauzóleum és környezete újulhatott meg a miniszterelnökség támogatásából. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a vidékfejlesztés a kormány kiemelt feladatai és vállalásai közé tartozik, aminek szerves része a helyi műemlékek védelme és megújítása is. A kormány munkájának szíve közepe a vidék megújítása. A Magyar Falu és a Modern Város program már eddig is sok évtizedes elmaradást pótolt. Utak, hidak, járdák, iskolák, óvodák jöttek létre, és újultak meg, és még oly sok minden. Egyebek mellett a falusi csoknak köszönhetően sok száz kihalásra ítéltnek látszó falu népesedési viszonyai kezdtek megfordulni. De ugyanilyen fontos, sőt mindennek az alapja, hogy a vidék pusztulásra szánt kulturális értékei közösségteremtő és közös múltról beszélő, tanúságtevő helyszínei megújuljanak. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, szerte a Kárpát-medencében sikerült szakrális emlékeket megújítani az elmúlt években. Bonyhád újkori története szorosan összefügg, összefonódik a Percel család történetével. Legyünk büszkék a percelekre, legyünk büszkék a mai percelekre is, akik nem felejtették el szülővárosukat, és mindenben támogatnak bennünket. Filóni Ferenci Baja polgármester arról szólt, 15 évvel ezelőtt Percel Bertalan a katolikus egyházközség kántora fejezte ki reményét arra, hogy egyszer régi fényében tündököl majd a percelek temetkezési helye, és ebben az Elmer Voynich mauzóleum. A mai nap beteljesítette az egykori vágyat. Az ünnepség zárásaként Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg a műemléket, majd az összegyűltek megkoszorúzták Percel Mór honvéd tábornok síremlékét. Két új termékkel bővült az ástopos élelmiszerlista. A burgonya és a tojás árat maximalizálta legutóbb a magyar kormány. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón azt mondta, az energiaárak növekedése miatt emelkednek az élelmiszerárak is, ezt próbálják kompenzálni az ársapkákkal. Az új intézkedés szerint november 11-től a krumpli 10, még a tojás kb. 25%-kal lesz olcsóbb a boltokban. Áramszünetre hívja fel a szolgáltató a Tamásiban élők figyelmét. November 14-én hétfőn a település több részén azért kapcsolják ki az energiaforrásokat, mert karbantartási munkálatokat végeznek az üzembiztonság növelése, a zavarok megelőzése és a folyamatos áramellátás érdekében. Az áram kimaradása reggel 8 és délután 4 óra között kell számítani a város honlapján feltüntetett utcákban. Biztonságosabb közlekedést biztosít az elkészült okos zebra a gyalogosoknak Szekszárdon, a Szent László utcában. A statisztikák szerint ez a Tolnai megyeszékhely egyik balesetei gócpontja. A 4 millió forintos fejlesztése pályázati úton 50%-os támogatást nyert az önkormányzat. Egy csapat gyermek halad át a nemrég elkészült okos zebrán Szekszárdon. Egy villogó LED lámpák jelzik az autósoknak, ha gyalogos érkezik az átkelőhöz. Az úttesten áthaladó jelzőfények nappal is látványosak, de sötétedés után egyenesen életmentők lehetnek. A Tolnai megyeszékhelyen 3 olyan gócpont van, ahol a legtöbb gyalogos baleset történik, ez az egyik. Itt 2 iskola van a közelben, a harmadik pedig a Szent József Katolikus Iskola, és rengeteg olyan intézmény van, ahol sokan dolgoznak. Itt összességében talán 1400 fő azoknak a száma,
akik csak a munkájára és az iskolába indulás-érkezés során ezt a gyalogátkelő helyet használják. A fejlesztésre egy ismert biztosító társaság által kiírt pályázaton nyert az önkormányzat 50%-os támogatottságot, vagyis a 4 millió forintos beruházásból csak 2 millió forintot kellett az okos zebra létrehozására fordítaniuk saját költségvetésből. Beszélgetjük itt többekkel, hogy sötétedik, előbb sötétedik, ugye, és kicsit eszembe jut a közlekedési morálunk is, hogy meg fölgyorsult az életünk, mindenki siet, fut, de pár percben itt láttam egy-két balesetgyanús történetet is, de most már talán az okos zebra fog nekünk segíteni. A Szent István téri okos zebránál már csak néhány led jelezte a gyalogosok áthaladási szándékát, azonban a napokban ezt is felújították, így már itt is újra biztonságos a gyalogos közlekedés. Megkezdték az emelt nyugdíjak és a nyugdíjprémiumok kiutalását pénteken. Az infláció miatt idén már harmadszor emelik meg az időskori járandóságot, így összesen 2022-ben 14%-kal emelkedett ez a szolgáltatási díj. Aki a postai kézbesítést választotta, az eddig megszokott naptári napon a postástól vehette át, vagy veheti majd át a neki járó összegeket. Ebben a hónapban 4,5%-os emelésre, utólagos egyösszegű korrekcióra és nyugdíjprémiumra is számíthatnak az idősek. Különleges afrikai tematikájú kiállító teret avattak fel pénteken Dunaföldváron annak apropóján, hogy a helyi Magyar László gimnáziumot éppen 70 évvel ezelőtt alapították. Az iskola névadója a 19. században élt, az öreg kontinens szerte ismert orientalista volt. Az afrikai népviseletet életnagyságú bábukon mutatja be az az interaktív tárlat, amit most adtak át a Dunaföldvári várban. A szemléltető teret a Magyar László Tudományos Egyesület alakította ki, annak apropóján, hogy a helyi gimnáziumot, ami a 19. században élt orientalista Magyar László nevét viseli, éppen 70 esztendeje alapították. A kiállítás anyagát évek alatt gyűjtötték össze, és Afrikából is érkeztek adományok hozzá. Felvettük a kapcsolatot az angolai nagykövetséggel, ők a tegnapi napon érkeztek, és akkor hoztak posztereket, kiállító tárgyakat, használt tárgyakat, és ezek láthatóak gyakorlatilag a kiállításon, és magát a korábbi posztereket pedig átrendeztük egy kicsit, hogy talán titokzatosabb és izgalmasabb így a kiállítás. A gimnáziumban két napon át ünnepelték a névadójukat, mások mellett tudományos előadásokkal és a legeredményesebb tanulókat is elismerték. Magyar László a gyermekkor egy részét töltötte a településen. Horváth Zsolta, a város polgármestere azt mondja, az intézmény Dunaföldvár egyik büszkesége. Amikor változások történtek a 2013-ban és elkerültek az önkormányzatoktól, az általános iskola és a gimnázium nekem az egy nagy szívfájdalmam volt, de ettől függetlenül nem szakadt meg a kapcsolat, és én szívügyemnek tekintem azt, hogy Dunaföldváron ma is, tegnap is, és remélkedem benne, hogy jövőre is lesz gimnázium. A most átadott tárlat előzetes bejelentkezés után egész évben látogatható. A lehetőségeket körültekintően felmérve a válság utáni időszakra kell felkészíteni a magyar gazdaságot, mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály kijelentette, hogy a vállalkozások továbbra is minden segítséget megkapnak a kormánytól, az állami és piaci források elegendőek lesznek a nehézségek leküzdésére. Óvatosságra persze szükség van, hiszen sokkal erősebb államok is visszafogják a várakozásaikat, de a fejlesztéseket nem leállítani, legfeljebb átütemezni kell, előnyt adva azoknak, amelyek fenntartják a termelési kapacitásokat a kedvezőbb évekre, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a visszajelzések szerint a munkaerőpiac a magyar gazdaság legszilárdabb eleme. A vállalati visszajelzések továbbra sem elbocsátásokról, sokkal inkább munkaerőfelvételről szólnak. Pályaorientációs rendezvényre készül a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre technikum és kollégium. A programot november 16-án és 17-én rendezik meg a Liszt Ferenc téren Szekszárdon. A résztvevőknek lehetőségük lesz az oktatóktól, tanulóktól kérdezni, illetve számos szakmai fogást is kipróbálhatnak az érdeklődők. Nagy szakmaválasztó címmel pályaorientációs bőrzét szervez a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre technikum és kollégium, másik két szekszárdi szintén szakképző intézménnyel együttműködve. A három iskola november 16 és 17-én mutatkozik be, és várja érdekes programokkal az érdeklődőket. Ez egy
olyan sátras rendezvény lesz, ahol több pavilonszerű rendezvény sátorban a Hunyadi, tehát a vendéglátó, a Bezeréde a kereskedelmi területen, illetve az Ady Endre Technikum megmutatja a képzési kínálatát, abból a legérdekesebb részeket. Nem a teljesség igényével, de mindenképpen a kertcsinálásnak a lehetőségével, illetve a tájékoztatás lehetőségével, hogy mégis mit lehet megtanulni, mit lehet kipróbálni az iskolába való érkezés előtt is akár. Mindkét napon 9 és 16 óra között látogathatják a rendezvénysátrakat, ahol a pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedhetnek az iskolák által oktatott szakmákkal, és akár ki is próbálhatják egy-egy elemüket. Használhatják a 3D nyomtatót, lézerpuskával célba lőhetnek, tesztelhetik a drónt, valamint a 3D szemüveget is, továbbá forraszthatnak, szerelhetnek, de megismerhetik a kereskedelem és a számvitel érdekességeit is. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, próbálja ki az általánosokat, mert megkerestük ebben a tekintetben, tehát az általános iskolák hozni fogják a diákokat, és a lehetőséget meg fogják adni, és általunk pedig meg is kapják majd arra, hogy egy alaposabb döntést hozzanak majd meg a pályorientáció és a pályaválasztás területén. Az érdeklődők találkozhatnak az iskolák néhány diákjával, illetve oktatóival, nem utolsó sorban feltehetik a szakképzés új rendszerével kapcsolatos kérdéseiket. Juhász Gábor hozzátette, hogy a rendezvénytől függetlenül az intézmények nyílt napjait szintén megtartják. Összehangolt, minden eddiginél nagyobb cipős doboz akciót hirdett a december 17-i völgységi advent programjához kapcsolódva Bonyhádváros önkormányzata, az Angyalhívó Egyesülettel, a Solymár Imre Városi Könyvtárral és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központtal. Az akció során ismeretlen, rászoruló gyerekeket ajándékozhattak meg az adakozni vágyók. Az ajándék csomagokon fel kell tüntetni a megajándékozandó gyermek nemét és életkorát, és legkésőbb december 19-éig le kell adni a gyűjtőpontokon. Notórius szemetelőpárt ítélt el a bíróság, az asszony és az élettársa ugyanis illegális szeméthalmokat helyezett el Őcsényben egy-egy területen. A hulladék között volt olyan is, ami veszélyes a környezetre. Mintegy 20 köbméter építési törmeléket helyezett ki az egyik most elítélt vádlott. A férfi Őcsényben egy termőföldön rakta le a szemetet, csak hogy a tulajdonosok néhány nappal később észrevették. A hatóság fel is szólította a szemetelőt a kupac eltüntetésére, aki ennek eleget tett. Ettől függetlenül viszont a feljelentést nem úszta meg. De nem csak ő, az élettársa is a hatóság látókörébe került, az asszony ugyanis szintén Őcsényben 2 köbméter hulladékot rakott le egy üresen álló területre. Az ügyüket egyesítve tárgyalta a bíróság. Korábban büntetve még nem volt vádlottal szemben próbára bocsátást alkalmazott, azaz nem szabott ki büntetést, hanem a büntetés kiszabását halasztotta el próbaidőre. A másik vádlott, akit szintén elítélt a bíróság, ő már volt büntetve, illetve nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékot helyezett ki, ő pénzbüntetést kapott. A szerelmes pár mindkét tagja veszélyes háztartási hulladékot helyezett el illegálisan. A bíróság a vádlottakat azért ítélte el, és azért szabott ki büntetést velük szemben, mert bontási anyagokat, veszélyes hulladékokat helyeztek ki engedély nélkül a várost, illetve a községet kívül átölelő területre, ahol ez csak engedéllyel lett volna elhelyezhető. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt a vádlottak és az ügyész is elfogadta. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Országjáró fórumot tartott az országgyűlés elnöke, Kövér László a szankciós politikáról beszélt Pécsen. Kik a valódi felelősök? Kérdések a pécsi lakásmutyiról a jobboldali képviselőktől. Pécset alkalmazták először a távprogramozást, a mély agyi stimuláció kezelését forradalmasították. Országjárás alkalmával Pécsre látogatott Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A szankciós politikáról tartott fórumot a Megyeháza dísztermében, melynek során a nemzeti konzultáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Egy konzultációs kampányban vagyunk éppen, mondta Kövér László a pécsi fórum előtt. Az országgyűlés elnöke ezért arra hívta fel figyelmét minden szimpatizásnak és érdeklődőnek, hogy biztasson minden embert a konzultációban való részvételre. A kormány azért keres egyetértési pontokat az emberekkel, mert amikor Brüsszelben vagy más nemzetközi szintereken kell fellépnie a magyar nemzeti érdekek érvényesítése érdekében, akkor fontos, hogy hivatkozhasson arra a támogatásra, ami a nemzeti konzultációban is kifejeződhet.
mint ahogy már kifejeződött korábban is, amikor az LMBTQ vagy az illegális migráció kérdéséről volt szó, hangsúlyozta Kövér László. Fontos, hogy elmondhassuk azoknak a partnereinknek, azoknak a vitapartnereinknek, akik egyébként nap mint nap demokrácia deficittel és a jogállamiság hiányosságaival vádolnak bennünket, vagy ezt emlegetik föl számunkra, hogy mi, amikor kifejtjük az álláspontunkat, hogy mi Magyarország hivatalos álláspontja a szankciók kérdésében, akkor mi a magyar emberek véleményét mondjuk, mert mi megkérdeztük a magyar embereket, az önök álláspontjában kinek a véleményét tisztelhetjük, tehetjük fel ezt a kérdést. Nincsenek illúzióink sem a velünk szemben álló demokráciáról, sem pedig arról, hogy vajon ezen múlik-e az, hogy az Európai Unió intézményei és tagállami vezetői végre visszatérnek-e a saját józan eszükhöz, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Mégis azt gondolom, hogy lassú íz partot most elve alapján minden egyes percet, pillanatot, lehetőséget ki kell használni arra, hogy ne csak a magunk érdekeit védjük, hanem a tágabb Európát is próbáljuk meg egy racionálisabb, értelmesebb, az európai emberek valódi érdekei felé való elmozdulásra rábírni, és egy ilyen fórumnak is van jelentősége, egy ilyen aláírásnak is, ami egy ilyen kérdőjében szerepel az állampolgárok részéről, igenis van lehetőség, van értelme, mert van lehetőség a sorsunk befolyásolására. Kövér László a Mondjunk Nemet a szankciókra elnevezési országjáró fórum keretében találkozott a Fidesz Baranya egyes választókerületi segítőkkel, aktivistákkal, az értelmiségi Holdudvar tagjaival. Az előadást a megyei közgyűlés dísztermében tartotta. Kik a valódi felelősei a pécsi lakásmutyinak? Ezt kérdezi közleményében a Fidesz frakció. Szerintük tisztázniuk kell magukat azoknak a baloldali városvezetőknek, akik döntéshozói a területnek. Azonban ők mélyen hallgatnak, írják. A héten derült ki, hogy nyomoz a kaposvári ügyészség az önkormányzati lakások kiadása miatt a pécsi polgármesteri hivatalban. A Fidesz képviselője szerint nem ez az első és utolsó ügye a polgármesternek és csapatának. Kedden robbant a hír, hogy nyomoznak a pécsi polgármesteri hivatalban. A Pécs Aktuál cikke után az önkormányzat is elismerte, hogy a kaposvári ügyészség vizsgálódik a városházán. Szerdán pedig a polgármestert kérdezték az ügyről egy más témában tartott sajtótájékoztatón. A polgármesteri hivatali munkatárs érintett személy szerint az ügy kapcsán a nyomozó a szervek szerint, illetve az egyik önkormányzati intézményben dolgozó munkatárs, tehát két ilyen munkatársról beszélünk, nem politikusokról beszélünk. Ez a két ember érintett, rájuk vonatkozó munkakörnyezeti szabályzatokat kérnek be, illetve ennek a két embernek az elérhetőségét kérték be. Ennyit árult el Péter Fiatilla a nyomozásról. Csütörtökön a pécsi Fidesz frakció képviselője azt mondta, rossz hete van a polgármesternek. Felelnie kell csapatának, mert hamisan rágalmazták Hoppál Péter feleségét, majd a nyomozás a lakásügyön, de várhatóan más is lesz még. Nyomozás indult azért, mert valakik a városházán, feltételezhetően a polgármesteri kabinetben a gyanú szerint önkormányzati bérlakásokat juttattak bérlőknek kenőpénzért cserébe, illetve úgy tudjuk, hogy ha egy vizsgálat előkészítése szintén zajlik egy hűtlen kezelési ügyben, ami majd a bőrklinika eladását fogja érinteni. Hát úgy tűnik, hogy Péter Fiatilla arra lehet következtetni, hogy Hunvald György helyére készül. A képviselőcsoport közleményt adott ki. Kik a pécsi lakásmutyi valódi felelősei és haszonélvezői teszik fel ebben a kérdést. A Fidesz frakció szerint érintettek a baloldali politikusok. Mint írták, Nyugiri Lajos lakásügyi alpolgármester és Fogarasi Gábor, a lakásügyi bizottság vezetője is mélyen hallgat az ügyről. Pedig éppen ők azok, akiket felelősség terhel, ők az előkészítői és végrehajtói azoknak a lépéseknek és döntéseknek, amelyek mögött bűncselekmények sorozatának elkövetése áll az ügyészség szerint. Ezért arra szólítják fel őket, hogy tisztázzák magukat. Közép-Kelet-Európában először Pécset alkalmazták a mély agyi stimulációt forradalmasító távprogramozást. Ez azt jelenti, hogy többek között a Parkinson-kor tüneteit enyhítik az eljárással, de különböző eredetű remegések esetében is javulást eredményez a technológia. 2001 óta már több mint 500 beteg, köztük sok kisgyermek részesült ebben a mély agyi stimulációs kezelésben. Az innovációt most egy díjjal is elismerték, melyet a Pécsi Idegsebészeti és Neurológiai Klinika vehetett át.
úgynevezett mély agyi stimulációs kiválósági központdíjban részesítette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ idegsebészeti és neurológiai klinikáját egy orvostechnikai eszközökkel foglalkozó multinacionális vállalat. Közép-Kelet-Európában és azon belül hazánkban ugyanis először alkalmaztak egy új technológiát a mély agyi stimulációs terápia terén. A folyamat a neurológiai klinikán kezdődik a kivizsgálással. A beavatkozást az idegsebészeten végzik, majd a beültetett pacemaker programozása ismét a neurológiai klinikán történik. A későbbiekben szükséges esetleges korrekciók, stimulációs értéke korrekciója már távirányítással valósítható meg. Ez egy teljesen új fejlesztés a magyarországi viszonylatban. Plécsi klinikának jutott az a megtiszteltetés, hogy elsőként alkalmazhattuk ezt már több beteg esetében, a távirányítással történő beteg stimulációs programozást. A mély agyi stimulációs kezelés során egy agyi pacemaker úgynevezett stimulátor által leadott elektromos ingerléssel lehet az agyi működést normalizálni. Számos betegség tüneteit enyhíti, a különböző eredetű remegések javulását eredményezi ez a technológia. Magyarországon 2001-ben történt Pécsen az első társadalombiztosítás által finanszírozott beavatkozás. Az elmúlt több mint 21 évben 600 beteget kezeltünk mély agyi stimulációs kezeléssel. Parkinson-korban, disztóniákban, remegésekben, bizonyos epilepszia betegségekben lehet életminőségjavulást elérni. Eddig csak személyes vizsgálattal volt megoldható az eljárás, a közelmúltban azonban egy úgynevezett virtuális klinika segítségével már nincs szükség a páciens jelenlétére. Internetes kapcsolaton keresztül konzultálhatnak a szakorvosokkal, akik pedig távolról ellenőrizhetik a beteg állapotát. Pozitív tapasztalatokkal zárult a NAV ellenőrzése Mindenszentek napjához kapcsolódóan. Az adóhivatal revizorai az ünnep idején több mint 100 virág, ajándék és kegytárgyárust ellenőriztek. A 107 próbavásárlás alkalmával csupán két vállalkozó nem tett eleget nyugtaadási kötelezettségének, és csak egy esetben találtak be nem jelentett alkalmazottat az ellenőrök. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai Mindenszentek és Halottak napja ünnepén sem pihentek. Az adóellenőrök a temető környékén végeztek ellenőrzéseket. A szakemberek pozitív tapasztalatokkal zárták a vizsgálatokat, csupán néhány szabályszegésre derült fény. A hivatal operatív revizorai folyamatosan ellenőrizték az ünnephez kapcsolódó termékkört, illetve szolgáltatásokat. 107 nyugta ellenőrzést tartottak, és ebből kettő esetben találtak olyan vállalkozót, aki nem tett eleget a nyugtaadási kötelezettségének, 52 foglalkoztatotti ellenőrzés volt, és ebből mindössze egy esetben volt olyan dolgozó, akinek hiányzott a bejelentése. Fontos tudni, hogy a NAV ellenőrei hivatalos személyek, és aki a jogszerű eljárásukat akárcsak fenyegetéssel is akadályozza, az bűncselekményt követel, mely akár szabadságvesztéssel is büntethető. Az adózók egyébként rendszeresen értesülhettek a következő ellenőrzésekről. A hivatal minden héten közzéteszi az adótrafipaxban, hogy mely napokon, milyen területen tartanak ellenőrzéseket. Ilyenkor a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is ellenőrzik a revizorok. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Érték megújítás, átadták Bonyhádon az Elmer Vojnis mauzóleumot. Okos zebra Szekszárdon, biztonságosabb lett a gyalogos közlekedés. Névadójukra emlékeztek, különleges kiállítóteret avattak fel Dunaföldváron. Nagy szakmaválasztó, pályaorientációs rendezvényre készül a szekszárdi Ady Endre Technikum. Szombaton frontmentes, eleinte párás, ködfoltos, majd változóan felhős napos idő látszik kialakulni gyenge légmozgással. Éjszakára lecsökken a felhőzet, így a derült ég hatására sokfelé alakulhat ki sűrű köd. Vasárnap hétfőn és kedden a köd, a párássága, szürke borongós idő lesz egyre inkább a meghatározó, de helyenként napsütésre is számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!